1966-ban érettségiztem, akkor felvételiztem francia-magyar szakra, ahova nem kerültem be, ami nem az én hibám miatt történt, hanem olyan volt a rendszer, hogy akkor aki francia-magyarra felvételizett, annak is franciából és románból kellett csak vizsgázni, volt 75 hely franciára, és hát el lehet gondolni, nagyon sokan voltunk, és a végén dőlt el, hogy ki lesz a francia-romános, francia-magyaros. Hát a 75-ből 3-an kerültek akkor be francia-magyarra. Olyan volt a felvételi, akinek 10-es érettségie volt, az még annak volt esélye, de hát nekem nem annyi volt, úgyhogy. És akkor a következő évben, 67-ben jöttem felvételizni az egyetemre, akkor már eldöntöttem, hogy csak a tiszta magyar szakra, egy szakos magyarra fogok, mert ott ez nem fordulhat elő velem, hogy nagyon egyenlőtlen versenybe kelljen nekem helytállnom. És hát oda simán be is kerültem. Mondjuk a jegyeket nem adták nagyon bőkezően. Hát a 15 helyre mi voltunk 96-an. Ezek közül én kerültem be elsőnek 866-os átlaggal. Akkor el lehet gondolni. De azt is tudni kell, hogy csak úgy lehetett bekerülni, ha mi a felvételire tudtunk, ez most lehet, hogy túlzásnak fogja venni, hát, hogy tudtunk körülbelül annyit, amennyit a mostani licenszezők tudnak. Másodéves koromban tudtam, hogy miből fogom írni a szakdolgozatomat, mert volt egy olyan téma, elméleti és magyar fonológia, ami akkor úgy világviszonylatban a fonológia iránt elég nagy volt az érdeklődés, meg ott olyan érdekes dolgok voltak, azt meg is csináltam szakdolgozatnak, és ahol egy ilyen saját fonológiai elméletemet próbáltam összefoglalni, előadni, az sikerült is. Aztán ennek a folytatása lett az, hogy 1980-ban megjelent az a magyar nyelvtankönyv, amiben bár annak az eredményeit felhasználtam, és azután majd 1999-ben egy hasonló témából védtem meg a doktori értekezésemet, ami már egy teljesen másmilyen változata lett annak a kezdeti kutatásnak. És hát, hogy mondjam, tulajdonképpen annak az eredményeit használtam fel arra, hogy amikor 1990 őszén ide kerültem a tanszékre, és akkor én vettem át a fonetika és fonológia oktatását, akkor tulajdonképpen én azt tanítottam az egyetemen, amit magam dolgoztam ki. Én Bukarestbe kerültem a Kritérium könyvkiadóhoz, ott éltem és ott dolgoztam 18 évig, ami egy olyan tapasztalat volt a számomra, amit én soha nem bántam meg, mert ott meg lehetett tanulni egy csomó mindent arról a kultúráról, meg arról a világról, ami, hát ha az ember azt megérti, akkor tudja, hogy mit vesztettek azok, akiknek nem volt lehetőségük az, hogy azt megértsék és hogy megtapasztalják. Természetesen a nyelvészeti kiadványoknak én lettem a kiadói szerkesztője. Ez nagyon sok munkát jelentett, mert az nem arról szólt, hogy az ember elolvassa a kéziratot és mond róla egy véleményt, hanem nálunk a kiadói szerkesztőnek a dolga volt az is, ami jobb helyeken a szöveg előkészítőnek a feladata, hogy a fölösleges veszőket kihúzgálja,
meg a hiányzókat betegye, meg hogy a rosszul sikerült mondatokat helyrehozza, mert volt ilyen is, és hát voltak olyan kéziratok is, amivel kevés dolog volt, de volt, amivel nagyon sokat kellett dolgozni. Ezen kívül ugye mindjárt az odakerülésem után elkezdtük kiadni az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárat, ami, hát mit mondjak, az nekem elég hosszú elfoglaltságot olvas, ami nekem elég hosszú időre elfoglaltságot adott, és ameddig le nem állították a kiadását, mert aztán egy idő után a vége felé már sokalták, hogy mennyi minden van ott, és akkor különben is volt egy olyan időszak, amikor nagyon bekeményedett a rendszer, és akkor hát nagyon sok mindent leállítottak. Ez mondjuk fel lehetett fogni magyar ellenes intézkedésnek is, de nem egészen ez volt, mert körülbelül ugyanabban az időben leállították a kiváló román irodalom történész Mircea Zacsu nagy román irodalmi lexikonát, vagy már nem is emlékszem, hogy mi volt, pedig az már a nyomdába ki volt szedve. Domokos Géza igazgató mellett közösen törjük az eszünket, hogy milyen megszorító intézkedésnek, milyen módon lehet legalább valamennyire elejét venni, vagy kivédeni a hatásokat, vagy kicselezni azokat. Ez volt, amikor sikerült, volt, amikor nem sikerült, de én elmondhatom, hogy mi tényleg mindent megpróbáltunk, ami csak rajtunk múlott. Ami nem sikerült, az nem mi rajtunk múlott, úgyhogy azt azért nem kéne, hogy valaki számon kérje, mi rajtunk. Én ezt így látom. Vannak ellentétes vélemények, én már olvastam olyat is, még a 90-es évek elején, hogy mindenki áruló volt, aki ebben az időben bukaresti szerkesztőségekben dolgozott. Hát én azt mondtam, hogy nagyszerű ezek szerint. Aki erdélyi szerkesztőségekben dolgozott, az mind angyal volt, élükön hajdúgyőzővel, meg az ilyesmi, de hát sok mindent mondanak az emberek meggondolatlanul. A cenzúra az egy érdekes dolog volt, mert eleinte ugye még volt cenzúra, utána már nem volt cenzúra. Na most ez sokkal rosszabb állapot volt, mint amikor volt. Mert hivatalosan megszűnt az úgynevezett sajtóigazgatóság, a Direccia Generala Pressei, és akkor el lehetett vele dicsekedni Amerikába, hogy Romániában sajtószabadság van. És na de megmondták, hogy ezentúl a szerkesztőségek felelnek azért, hogy mi jelenik meg, és ez azért volt rosszabb, mert amíg a cenzúra volt, addig annak megvoltak a bizonyos előírásai, szabályai, hogy mi az, ami megy, és mi az, ami nem megy. És ott, hát ha nem is profik, de legalább gyakorlott emberek voltak, és tudták, hogy mi az, amiben bele lehet kötni. Az elég kiszámítható is volt, lehetett tudni, hogy körülbelül mi az, ami menni fog, mi az, ami nem. És mi az, ami így megfogalmazva nem fog átmenni, de ha amúgy fogalmazzuk meg ugyanazt, akkor át fog menni. És akkor a szerkesztők is kialakítottak egy rutint, hogy tudták, hogy ha valaki valamit egyféleképpen írt, akkor lényegében a tartalom érintése nélkül, ha egy kicsit átfogalmazza, akkor azt ki lehet védeni. Na de amikor megszűnt a cenzúra, akkor azt nem lehetett tudni, hogy mi fog átmenni és mi nem, mert továbbra is át kellett, hogy menjen, mert akkor a Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács
ami akkor gyakorlatilag a Művelődési Minisztérium szerepét töltötte be, ennek a keretébe alakult egy olyan osztály, ahová a nyomdába küldés előtt minden kéziratot fel kellett küldeni, és ott már nem egészen profik voltak, és ráadásul, hogyha azt mondták, hogy a szerkesztőségek felelősek azért, hogy mi jelenik meg és mi nem, akkor hát bizony voltak sok helyen olyan esetek, hogy hát túlságosan is óvatosak lettek az emberek, mert nem akartak akkor kockáztatni, nem tudták, hogy baj lesz ebből, nem lesz baj, és akkor ez valahogy, ez a cenzúra nélküli cenzúra, ez egy sokkal rosszabb állapot volt. Na most a szótörténeti tárral az volt, hogy ott nyilván ez egy olyan nagyon különleges kiadvány volt, amivel nem igazán tudták a feletteseink se, meg a cenzúra, vagy idézőjelbe tett cenzúra, hogy most ezzel mit is kellene csinálni. De hát Domokos Géza addig érvelt és harcolt, ezt nyugodtan lehet harcolásnak nevezni, sok mindenre mondják ezt, ami nem is az volt, de ez tényleg az volt, hogy végül ugye elfogadták, hogy a kiadói tervünkbe bevegyék. Na most, hát én azt elkezdtem szerkeszteni, és az egy hihetetlenül tanulságos dolog volt, mert 16. századtól 19. századig mindenféle szövegekből kicsi életdarabok, és benne lehetett élni abba a világba. És az fantasztikus volt, mert egy idő után én már tudtam azt, hogyha olvastam egy kolozsvári személyről, akkor tudtam, hogy ez melyik utcában lakik, ki a szomszédja. Én otthon voltam a 16. századi Kolozsváron. Ez egy hihetetlen dolog volt. Ezt ezért volt nekem érdemes elolvasni. Sajnos így nem olvassa senki. Mert a világon az egyetlen ember, aki az első 4 kötetet betűről betűre végigolvasta, az valószínűleg én vagyok. De hát nekem ez volt a munkám. Na most a cenzúra, az hát az is meg kellett, hogy mutassa, hogy azért ők is dolgoznak, és hát elolvasták, elképzeltem, hogy unhatják ezeket. Mert ott ugye, amire vadászni, az úgy nem volt olyan nagyon érdekes olvasmány. És akkor például egyszer bejött egy olyan, hogy ha valahol cigányoknak román nevük van, akkor én a román nevet húzzam ki. Hát én úgy nagyjából értettem is, mert mindig is volt ez az elég érthetetlen, de valamennyire érthető, mert tényleg volt is ilyen konfúzió külföldön, hogy a román és a roma az össze ne tévessze valaki. És akkor, hát most mit tudtam volna csinálni? Hát most ennek az értéke nem abban áll, hogy ott van-e, hogy azt a cigányembert hogy hívták, vagy nincs ott, mert a nyelvi adat úgyse ez volt maga. Hát azért, hogy jelenjen meg, elkezdtem én rendesen kihúzgálni, de jeleztem többször, hogy ez nem egy kóser dolog, ez nem jó van így, mert ez egyrészt ennek semmi értelme, másrészt meg ez egy olyan dolog, ami hozzátartozott ahhoz a világhoz, és hát úgy van. És nem tudtam elérni semmi eredményt, mert ha egyszer megmondták, akkor meg is többször jeleztem ezt. És akkor valamikor, már nem is emlékszem, mert így az évszámokra elég rosszul emlékszem, tehát 83-ban egyszer, akkor nagyon ránk szálltak a kiadóval,
és jött egy nagy ellenőrző brigád, ami állt 5 személyből. Az egyik az Dullea elvtárs volt, ennek a brigádnak a vezetője, aki, hát ez ennek a lehető legrosszabb híre volt mindenfelé, mert egy ilyen nagyon erőszakos, és hát, hogy mondjam, nemhogy szervilis, hanem pápább volt a pápánál, annyira meg akart felelni a rendszernek, és hát ő volt ennek a brigádnak a vezetője. És az olyan volt, mint valami kihallgatás az egész. 3 hétig ültek ott a nyakunkon, egy szobát ki kellett üríteni, ahol a bizottság dolgozzon, és egyenként hívtak be bennünket olyan 1 órás, 1,5 órás beszélgetésre, ami olyan volt, mint egy kihallgatás, tényleg. És hát arra ment ki az egész, hogy találjanak valami fogást, hogy ha a kritériont nem zárják is be, de legalább Domokos Gézát mozdítsák el az éléről. És hát mi ezt mindnyájan tudtuk, és ott tényleg nagyon, nagyon próbáltunk mindenki a maga lehetősége szerint ezt valahogy kivédeni. És én viszont mindig olyan, úgy néztem ezeket a dolgokat, hogyha jött valami akármilyen rossz dolog, az első gondolatom mindig az volt, hogy mire tudhatjuk mi ezt a saját javunkra felhasználni. És hát ez is ilyen volt. És amikor Dullea elvtárs azt mondta, hogy na beszéljünk már a szótörténeti tárról, mert ők valamit nem értenek, hogy ez miért olyan nagy, mert őket, hogy mondjam, az, hogy az igaz, hogy a román nyelvtörténetben tulajdonképpen mind a mai napig nincsen egy rendes román nyelvtörténeti szótár, ami ennek a hagyományai a magyar nyelvészetben még a 19. század vége óta, ugye ez már kialakult. Hát, hogy ez miért olyan nagy? Hát mondtam, hogy azért, mert mi kisebbet nem tudunk. Hát ő azt hitte, hogy csúfságból mondom. Hogy azt mondja, most én mit? Már mondom, hogy értse meg. 1890 valahányban megjelent a Magyar Nyelvtörténeti Szótár. 3 ilyen vastag, nagy formátumú könyv kötet, azon kívül megjelent a Magyar Oklevél Szótár, azon kívül jelentek meg, ma már ezek után szótárt kiadni csak akkor érdemes, ha az még hozzáad valamit ahhoz, és az csak akkor lehet, hogyha az nagyobb, mint ezek, mert úgy olyant már nem érdemes csinálni. Na jó, azt mondja, de mit akar a továrosú Szabó, mármint Szabóti Attila, bizonyítani ezzel a szótárral? Na ez egy jó kérdés volt. Hát éppen ez a kiadó könyvtár szobájába volt, éppen ott volt mellettem, levettem a polcról a nagy vastag angol-román szótárt, oda letettem, mondom, Dullea elvtárs. Maga szerint ennek a szótárnak a szerzői mit akarnak bizonyítani? Hát mondom, a szótár az nem arra való, hogy bizonyítson valamit. A szótár arra való, hogyha valakinek szüksége van valamire, akkor azt legyen, hol megnézze. Na és most mondjam azt meg, hogy volt-e valami ebbe a szótárba, amiről én úgy láttam, hogy ideológiailag nem megfelelő. Hát ez is egy jó kérdés volt, vagy valami hasonló. Hát mondtam, hogy
Nekem ezzel van egy nagyon nagy problémám, és ez már régi, és már eddig nem tudom hányszor szóvá tettem, hogy tudnélik, én nekem azt mondták, és kikötötték a cenzúrától, hogy a román nevű cigányok nevét mindenütt húzzam ki. És mondom, most akkor tessék jegyzőkönyvbe venni, mert jegyzőkönyvet vezettek, hogy én ezt, hogy én szóltam erről, és nehogy engem akarjon valaki felelőssé tenni valamikor, ha egyszer valaki előveszi ezt a szótárat, és azt fogja mondani, hogy vajon miféle népesség élhetett Erdélyben, ha itt még a cigányoknak is csupa magyar nevük van. És román nincs, amikor tudva levő, hogy a cigányok névanyaga az mind a helyi. Erre Dóleájártás azt mondja, hogy de hát Tovarosú Szilágyi, hát ez egy nagyon nagy probléma, azt mondta. Forte graf. Mondtam, hogy én tudom, mondtam is, de nem akarták, na azt mondta, ezentúl ne húzzak ki egyet se. Hú, na itt nagyon megkönnyebbültem. Mert attól tartottam, nehogy beugorjon neki, hogy akkor most már egyensúlyként ezentúl a magyar nevűeknek a nevét húzzam ki. De aztán onnantól kezdve nem kellett kihúzni, de egy idő után aztán már mindegy is volt, mert leállították, és majd csak a rendszerváltás után tudott a folytatás megjelenni. Bukarestből idejönni, hát hogy mondjam, a szakma szempontjából az mindenképpen jó volt. Egyébként az volt, hogy én egy kicsit úgy hozzászoktam ahhoz a bukaresti világhoz, és eleinte nekem ez a kolozsvári valahogy, ez egy kulturális különbség miatt, nekem olyan hidegnek tűnt ez a kolozsvár, olyan, hogy mondjam, szóval az a helyzet, hogy az a bukaresti kultúra az olyan, hogy ha én itt Kolozsváron megyek az utcán, és sok ember van még az utcán ugyanakkor, akkor én itt emberek között vagyok. Na most, ha ugyanez Bukarestben történik, akkor azt úgy érzi az ember, hogy emberekkel van együtt. És ez valahogy, mert az egy olyan kultúra volt, mondjuk, hát a rendszerváltás után valamit változott, mert hát ugye kezdődött ez a nagyon különös modernizáció, ami az is, meg nem is, olyanba az, hogy bizonyos dolgok, amik jók voltak, azok úgy elvesznek, de azért az, ami jó lehetne ennek a nyomán, az nem nagyon akar valahogy előkerülni. És mondom, hogy én nagyon megszerettem azt a kultúrát, és sokáig úgy vágytam is vissza oda azok közé, az emberek közé. Ezt erdélyi ember borzasztóan nehezen tudhatja megérteni, mert az erdélyi ember, ha elmegy Bukarestbe egy napra vagy két napra, akkor az, hogy mondjam, alig várja, hogy hazajöjjön onnan. Mert azt mondja, hát az egy bolondok háza, hát ott meg kell őrülni, ott nem lehet élni. Én ezt meg tudom érteni, mert nekem körülbelül 5 évembe telt az, hogy módszeres antropológiai szempontú megfigyeléssel, tehát az, hogy interakciók lefolyására figyeljek tudatosan, és az emberi kapcsolatoknak a működésére, meg minden, és ezzel együtt nekem körülbelül 5 évembe telt az, amíg elértem oda, hogy prognózist tudtam tenni, hogyha most ez az ember ezt csinálja, akkor most mi várható, hogy mi fog következni, és akkor kezdtek bejönni a prognózisaim, de még el kellett, hogy teljen vagy 2 év, ameddig én magam is produktív módon tudtam alkalmazni annak a kultúrának a formáit, szabályait, eljárásait, eszközeit, és utána már nagyon simán ment minden.
mert az egy jól működő világ lenne, csak az a baj, hogy itt most kombinálódik a másmilyen kultúrához tartozó szabályokkal, amik ütik egymást, akkor nem működik egyik se rendesen. Ez egy ilyen furcsa dolog, de azért, hogy mondjam, azért ez nem azt jelenti, hogy nem szerettem én Kolozsváron lenni, mert szerettem, csak mondom, hogy valahogy úgy hiányzott nekem. Annak az egy hihetetlenül segítőkész világ. Tehát olyan, hogyha valakitől segítséget kér az ember, az valahogy azt egyszerűen nem lehet visszautasítani, mert az a legaljának az alja lenne, hogy segítségkérést visszautasítani. Kolozsvárra az jellemző, hogy nem kérünk segítséget akárkitől. Mert ahhoz már egy olyan kapcsolat kell, hogy legyen köztünk, amiben mi már segítséget kérünk. Ott teljesen, Bukarestben teljesen ismeretlen, mindegy, hogy kicsoda bárki, és ismeretlen embereknek is nagyon szívesen segítettek. Én 90. október 1-től lettem itt adjunktusi állásba, a tanársegédit kihagytam, na, engedelmükkel, de hát mondjuk tanársegédi tapasztalatom ilyen formában nem volt, mindjárt adjunktus lettem, és kellett, hogy foglalkozzak a doktori értekezésemmel is, mert itt most már arra szükség volt, de hát mit mondjak, a doktorira, mivel hogy én tudománnyal szerettem volna foglalkozni, én beiratkoztam mindjárt az egyetem elvégzése után. De az rengeteg munka volt, ami a kiadóban volt, az nem egy alkotóház volt a kiadó, úgyhogy én avval nem tudtam foglalkozni, és az mind haladt, és így aztán így lett az, hogy hát miután 26 évig voltam doktorandusz, hát 1999-ben végre meg tudtam védeni a doktori értekezésemet, és ezzel is kellett foglalkozni. Na most lehet, hogy hamarabb is megvédhettem volna, de akkor meg az volt, hogy itt a közvetlenül a 89. december utáni időszak, az egy olyan dolog volt, ahol aki úgy érezte, hogy lenne mondani valója, meg tudna segíteni a közéleti problémáknak a végiggondolásába, meg valahogy az elrendezésébe is, az akkor ettől nem maradhatott távol. Tehát én elég tevékenyen részt vettem akkor az RMDS-be. Egy időben még azt hiszem 21 tagú országos választmánynak is tagja voltam, és próbáltam ott lenni, hogy gondolkozzunk közösen. Na most nem mindenki ezért volt ott, mert hát a politika az már ott volt ugye kezdettől fogva, és hát az egy olyan hely, ahová hát nem csak azért mennek az emberek, mert a mások problémáit szeretnék valahogy megoldani, hanem azért is, hogy a saját problémáikat oldják meg. Ezt most szépen mondtam, és ez úgy látszott már úgy a kezdettől fogva, hogy itt mindenféle kis hatalmi gócok, meg mindenek, na most nekem ehhez a hatalmi harchoz, meg ilyesmihez semmi érzékem nem volt, és én ezeket borzasztóan untam is, mert láttam, hogy ezek teljesen leblokkolják azt, hogy értelmes dolgokról gondolkozzunk egyáltalán. 95-ben készültünk az RMDS kolozsvári májusi kongresszusára. Én azelőtt nekem voltak bizonyos javaslataim, nagyon sok javaslatom volt, csak ezek valahogy
úgy nem keltették fel az érdeklődést az RMDS-be, mert ezek a javaslatok mindig a probléma megoldásra irányultak, és nem kapcsolódtak sehogy ahhoz az igyekezethez, hogy most az egyik tábor győzzön, vagy a másik tábor győzzön. Mert mondom, hogy ehhez nekem nem volt érzékem, és már korábban volt, még 92-ben azt hiszem, amikor az RMDS úgy döntött, hogy kell, hogy alkosson egy kisebbségi törvényt, törvénytervezetet, amit majd a parlament fogadjon el, úgy, ahogy annak rendje, úgy a szerint. És hát én akkor elolvastam azt a kisebbségi törvénytervezetet, és valami úgy nagyon zavart engem benne, és néztem, hogy mi zavar, és hát az ilyenek zavartak, amikor olyasmi volt benne, hogy a kisebbségeknek joguk van az anyanyelvük szabad használatához. Hát én elgondolkoztam ezen, hogy hogy a kisebbségeknek. Hát ez mindenkinek joga van, nem csak a kisebbségeknek, és akkor meg miért nem azt mondjuk? És elkezdtem tovább gondolni, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy de miért csinálunk mi kisebbségi törvényt? Hiszen, ha mi egyszer azt mondtuk, hogy azt nem fogadjuk el, hogy Románia nemzetállam, még az alkotmányból is ki akarjuk vetetni, akkor mi nem csinálhatunk kisebbségi törvényt. Mert a kisebbségi törvény az a nemzetállamnak a legitimálása. Az arról szól, hogy elfogadtuk azt, hogy a többségnek Isten kegyelméből minden magától kijár, neki semmit nem kell törvénnyel biztosítani, hanem mert erről szól a nemzetállam, mert a nemzetállamot úgy fogták fel, hogy nem a politikai nemzet, hanem a román etnikai nemzet tulajdona az állam. És akkor világos, hogy ő neki ezt nem kell törvénnyel biztosítani, mert ő otthon van, és ő azt csinál, amit akar. És hogy a kisebbségeknek is jusson valami, akkor azt külön kisebbségi törvénybe kell biztosítani, de ha ezt mit csináljuk, az azt jelenti, hogy elfogadtuk a játékszabályokat. És azt mondtam, hogy hát nem csinálhatunk mi magunk kisebbségi törvényt, hanem akkor én nekifogtam, és csináltam egy olyan törvénytervezetet, aminek egy javított és részletesebben kommentált változata aztán 2003-ban a Mi Egymás című könyvemben is megjelent, amit akkor hát néhányan elolvasták, de nem azok, akinek kellett volna. Na most én ezt a tervezetemet háromszor adtam be az RMDS-nek megvitatás véget. Nem reagáltak rá különösebben. Volt, aki elolvasta, volt, aki belekezdett, és közben ott folyt az, hogy volt az az irány, amelyik magát radikálisnak nevezte, vagy mások úgy nevezték, és szembeállították a mérsékeltekkel, és akkor, na most a radikális, az valójában ők voltak a mérsékeltebbek. Tudnélik, a radikalizmus az nem azt jelenti, hogy mekkora hangerővel mondunk valamit, hanem azon múlik, hogy valaki a gyökerétől, mert erről szól a radikális, a gyökerétől fogva akarja a dolgot átrendezni, vagy beéri a felszíni kozmetikázással. És a radikális szemlélet szerint az valahogy úgy volt, hogy minket a többi nem érdekel, minket az érdekel, hogy a magyarokkal mi van, de az semmi, hogyha a magyaroknak a helyzete azért rossz,
mert a nagy egész van rosszul elrendezve, akkor mi nem oldhatjuk meg a magyarok problémáját úgy, hogy az egésznek azt a rossz elrendezését változatlanul hagyjuk, mert megoldunk valamit itt, és keletkezik egy másik ott, hanem én radikális voltam, miközben engem tartottak ott, a szélsőségesen mérsékeltnek. Ezt nem úgy kell érteni, hogy én azért jöttem el az RMDSZ-től, mert megsértődtem. Mert láttam én, hogy hogy működik ez az egész emberi gyarlóság, amikor nagyszámú ember összehozza egy helyre, de inkább egyéb volt, amitől a pohár betelt, hogy tudnék, a kongresszus előkészítésekor volt egy olyan, hogy márpedig ezen a kongresszuson vegyük be az autonómia statutumot az RMDSZ programjába, hogy az ott legyen. Na most, hát akkor ezt most csak azért is mondom, hogy lehessen látni, hogy én együttműködtem ezzel a gondolattal, nem álltam én ettől félre, és én is ott voltam abban a kis csapatban, akivel, amelyik szóváltán a kongresszus előtt ugye végigbeszélte ezt a statutumot, hogy mi van, és ott egy nagyon furcsa dolgot tapasztaltam. Hogy tudnélik, amikor már harmadszor mondta valaki csapónak, hogy de hát ez ellenkezik azzal, ami a valamilyen pontra, hogy ez ellenkezik abban, ami a román alkotmányban van. Ott Csapó azt mondta, hogy most már ne kössük meg a kezünket azzal, hogy mi van az alkotmányban, meg mi nincs az alkotmányban, hiszen ezt mi most nem azért csináljuk, hogy mintha azt hinnénk, hogy ez a román parlament el fogja fogadni, vagy a következő, vagy az azutáni, mert az biztos, hogy nem fogja elfogadni, hanem ezt azért csináljuk, hogy mondjuk meg. Hát én erre azt mondtam, hogy akkor én megyek haza. Én azt hittem, hogy itt komoly dolgokkal fogunk foglalkozni. Most azért dolgozni ennyit, hogy mondjuk meg, amivel nem csináltunk semmit. És akkor ugye, amikor jött a kongresszus, akkor felmerült az, hogy na, ezt most vegyük be a programba. Hát nagy beszédek voltak minden, én is kimentem, és elmondtam, hogy nekem az autonómia, bármit kell rajta érteni, mert ezt még mindig nem tudtam, de az mégis annyira fontos, hogy én arról nem csak beszélni szeretnék, hanem én azt meg is szeretném csinálni. És ha meg akarjuk csinálni, akkor ne kössük ezt egy olyan úthoz hozzá, ami a kidolgozója szerint is járhatatlan. Na, eddig tartott az én pályafutásom az RMDSZ-be, mert én eddig azért voltam itt, hogy együtt gondolkozzunk. Mert a politikában a gondolkozás az azt jelenti, hogy alternatívákat dolgozunk ki különböző helyzetekre. Itt most már nem lehet alternatíván gondolkozni, mert rögzítettük azt az egyet, ami ezentúl megegyezik az RMDSZ programjával, és az RMDSZ-en semmit nem lehet mondani, ami az RMDSZ programjával ellenkezik. És miután a mai naptól kezdve az RMDSZ-be intézményesen be van tiltva a gondolkozás, nekem itt nincs tovább mit keresnem. És azt mondtam, hogy ez nem azt jelenti, hogy ha úgy adódna, hogy úgy gondolják, hogy valamibe szükség van rám, akkor én azt elutasítanám. Akármikor meg tudnak engem találni, de én teljesen fölösleges dolgokkal nem fogom az időmet tölteni. A kudarc tervezéssel foglalkozzom más, nekem egyéb dolgom van. És akkor eljöttem, és én így estem ki a közéletből. Nem kiestem, leesett a közélet,
valahová, és én nem akartam oda menni utána. Hát, szóval ez valahogy így volt. Az egyetemi oktatásnak, a oktató munkának a folytatásaként most az van, hogy még van 3 doktoranduszom, akiknek az irányításával is foglalkozni kell, és hát ezen kívül még olvasgatok szakirodalmat, és még nem tudom, hogy meg fogom-e tudni csinálni, de mert az egy elég bonyolult és nehéz dolog, hogy hát hogyha sikerülne mégis valahogy könyv formát is adni annak, amit az interneten is elérhető szimpatikus embertudomány előadásaimnak a során ott elmondtam, mert az ugyan igaz, hogy nyilvános, de az is igaz, hogy hát azt végighallgatni 26 óra az egész, és hát voltak, és jó, hogy feltettem az internetre, mert azért elég számosan voltak már eddig, akik végighallgatták, és jó visszajelzések is, meg minden, de valahogy az érdekes, hogy ezt a úgy nehezen veszik ezt az emberek olyan multimédiás könyv műfajnak, és hát úgy veszik, hogy amit tudomány az a könyvben van, és hát ugye, ahogy Arany is mondta a nagyidai cigányokban, hogy könyvben az igazság, másért nem felelek, persze ő ezt ironikusan mondta. És gondolkozom rajta, hogy hát, hogyha ebből össze lehetne, csak borzasztó nehéz, mert ez olyan, mint egy gömb, egy olyan kerek, és nem igen lehet valahogy linearizálni. Az előadásokban is kellett linearizálni, mert hát az ember csak lineárisan tud beszélni, tehát ez emiatt, és valahol el kellett kezdeni, valamerre kellett menni, de minden ponton annyi felé ágazna ez az egész dolog, hogy elég nehéz ennek a formáját elgondolni. Én már ezen gondolkoztam, hogy is lenne, meg mint is lenne, meg hogy nyelvészet is legyen, meg ne is legyen nyelvészet, meg mindenféle, tehát ez az indisziplináris szemlélet alapján legyen az megírva, és az nem olyan könnyű dolog, de erről azért még nem tettem le. Na hát, ilyesmivel foglalkozom mostanában.